Márton nap alkalmából ünnepi vigasságra invitált a településünk lakóit Tetétlen községi önkormányzata november 16-án. Az eseményre a faluházban került sor, ahol településünk fiataljai és civil szervezetei színvonalas műsorokkal szórakoztatták a vendégeket. A rendezvényt az Icsi Géza óvoda apróságai nyitották meg, majd Borbé Néfülöp Hajnalka polgármester köszöntötte a faluházba érkezőket. Szeretettel köszöntöm Önöket a településünkön már hagyományá vált mártonnapi vigadalmon. A település önkormányzata, az intézmények vezetői és dolgozói, a képviselőtestület és bizottsági tagok, az óvodás iskolás gyermekek és szüleik, valamint az idősek mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen. Köszönjük szépen! Nagy érdeklődésre való tekintettel el szeretném mondani, hogy tombola sorsjegyeket, illetve vacsora jegyeket Szabó Marikáig. Bocsánat, most mondták, tombola nincs, elfogyott. De vacsora jegyeket még tudnak vásárolni. Felhívom kedves vendégeink figyelmét, hogy a piac téren található büfé a műsor ideje alatt szünetel. A vacsora a lámpás felvonulás után körülbelül 17:30-kor kezdődik. Megértésüket köszönjük. A következő percekben az Icsi Géza óvoda Mici Mackó csoportját láthatják. A gyermekek mártonnapi dalos játékokat adnak elő. Felkészítette őket Nagy Tibor Béláni, Rápaini Füstös Emma óvodapedagógusok és Csatáriné a Beáta Dajka. Fogadják őket sok szeretettel! Szól már a harmadika, jöjjön, a karomba áll. Szeretném!
egy sorba, mennek a nagy túra. Megállnak, gágognak, gá-gá-gá, ma sem megyünk világgá. Egyet lépek előre, egy, egyet lépek hátra, egy. Megállnak, gágognak, gá-gá-gá, ma sem megyünk világgá. Száz lépa egy sorba, mennek a nagy túra. Elő megy a Dunár, jaj, de pecke sem jár. Száz lépa egy sorba, mennek a nagy túra.
nagyon szépen köszönjük óvodásainknak a kedves kis műsort. Most pedig felkérném Borbényi Fülöpajnak a polgármester asztalon, hogy nyissa meg a rendezvényt és köszöntse vendégeinket. Köszönöm szépen! Megvárjuk, köszönöm szépen! Minden rendezvényünkön el szoktuk mondani, és köszöntésem előtt engedjék meg, hogy most is elmondjam. Én azt kérem mindenkitől, tartsuk egymást tiszteletben. Mindenki készült, ahogy a kis óvodásaink is készültek, arra, hogy megmutassák, hogy milyen szívből és szeretetből hoztak ide egy-egy előadást, egy-egy műsort, azért, hogy színvonalasabb legyen ez a rendezvény. Én kérem, hogy mindenki tartsa be ezt, és legyen szíves csendben a rendezvényen részt venni, aki pedig úgy érzi, hogy ez számára nem megfelelő, akkor legyen szíves, hagyja el a termet. Kedves szülők, szeretnénk folytatni tovább a rendezvényt ott hátul. Köszönjük! Tisztelt vendégeink, kedves tetétlenék! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket képviselő társaim nevében az immár 9. alkalommal megrendezésre kerülő Márton napi rendezvényünkön. Igen, 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a rendezvény is, több más akkor abban az időben elindított programunkkal együtt. Én azt gondolom, hogy az, hogy idáig eljutott és ennek ilyen sikeres és egyre nagyobb híre és eredményei vannak, abban a közösségünknek van jelentős szerepe, és ezt nagyon köszönöm mindenkinek, hiszen a közösség formálása mellett olyan élményeket és közös élményeket kaphatunk ezeken a programokon keresztül, ami a mindennapjainkhoz további erőt ad, és amelyekre szükségünk van, és amelyek fontosak. Mindenek előtt, mielőtt folytatnám, kérem engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem körünkben Valambok község delegációját, akik Zala megyéből érkeztek hozzánk, hogy megtekintsék településünket és magát ezt a rendezvényt, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat és itt vannak velünk, és bízunk benne, hogy nagyon jól fogják érezni magukat körünkben. Ahogyan az előbb is említettem, ez 9. Márton napi rendezvényünk, melyre mi mindig jó szívvel és örömmel készülünk. Tudom és hiszem, hogy ez a titka a rendezvény sikerességének. Célunk a hagyományápolás és a kulturális értékek átadása, közösségünk fejlesztése. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hiszen az itt megőrzött értékek és átadott értékek azt igazolják, hogy a közösségnek szüksége van az ilyen programokra, és hogy a közösségünk egy valódi és élő közösség. Elég azt gondolom ennek igazolására csak az idejévi történésekre visszatekinteni. November derekán járunk. Lassan pihenni tér a természet, és közelítünk az év végéhez is. Hamar elröpült ez az esztendő is. Ilyenkor kezdjük számba venni az eredményeinket és a még hátralévő feladatainkat, és közben készülődünk az év egyik legmeghittebb és legszebb ünnepére, a szeretet ünnepére, a karácsonyra. Családunk és nagyobb családunk, nagyobb közösségünk körében. A szeretet, egymás iránti tisztelet és elfogadás rendkívül fontos, nem csak ezen az időszakban, hanem az év minden napján, hiszen ez az alapja mindennek. Én örömmel tapasztalom ezt meg a hétköznapok során is. Örömmel, hiszen jó ezt látni egy-egy önkéntes programunk során és egy-egy ilyen közösségi programjaink alkalmából. És hogy ez hogyan is kapcsolódik a Márton naphoz, vagy Szent Márton püspökhöz, akiről számtalan legenda maradt ránk. Szent Márton személyiségére és jellemére szintén azok a legfontosabb tulajdonságok voltak jellemzőek, melyekről az előtt tettem említést. Jó indulat, segítőkészség, hit
figyelmesség és szerénység. És igen, ezek azok az értékek, melyek napjainknak is rendkívül fontos és követendő értékek. Ha végignézzük az elmúlt időszakot, akkor láthatjuk, hogy az eredményeink és az eredményességünk onnan indult, amikor az önös érdekeket háttérbe szorítva együtt kezdtünk el dolgozni a közösségünkért és a településünkért. Amikor felismertük, hogy nincs más út, csak ez. Amikor már nem az én, hanem a mi vált az elsődlegessé. Én azt kérem mindenkitől, hogy a továbbiakban is haladjunk tovább ezen az úton, és így haladjunk tovább ezen az úton. A Szent Mártonhoz köthető és 371 óta fennálló legendából eredően büntetésként kell Márton napján libasültet ennünk. Nos, a mai programunkra is készültünk libasültel, de bátran mondhatom, hogy az nem lesz büntetés senki számára. Tapasztalatból tudjuk, és már nagyon sokan várjuk, hogy megkóstolhassuk ebben az évben is. Ez a naphoz egyébként számtalan más legenda és népi vagonat kapcsolódik. Ezek közül a legtöbb az időjárással kapcsolatos. Ebben az időszakban egyébként az ország számos pontján gasztronómiai eseményeket és kulturális fesztiválokat tartanak. Mi is igyekeztünk a hagyományápolás mellett a gasztronómiát is előtérbe helyezni, és a meghirdetett versenyünk is többnyire ehhez kapcsolódnak. Az eredményeket pedig hamarosan megtudhatjuk. A mai napi rendezvényünkre a finom libasült mellett színvonalas műsorokkal is készültünk, ahogyan már láthattuk kis oldásaink műsorát. És lassan következnek, vagy utána következnek az iskolások és az idősek műsora is. Én szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy ilyen lelkismeretesen, összefogással és odaadóan készült erre a rendezvényre. A fellépőknek szeretném megköszönni a munkáját, a rendezvény szervezőnek és előkészítőknek, a konyhai dolgozóknak és azoknak, akik támogatták a programunkat. Ennek keretében köszönjük a Betlen Gábor alapkezelő támogatását, köszönetet mondunk a Csat Egyesületnek és az Országos Tranzit Foglalkoztatási Egyesületnek. És bár a népi bölcsesség szerint, ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél, én most mégis mindenkit arra biztatok, hogy ettől függetlenül legyenek csak jókedvűek. Én kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és a libasulthoz pedig nagyon jó étvágyat. Köszönjük! Köszönjük szépen! A következőkben az általános iskolásaink műsorait láthatjuk. Elsőként fogadják sok szeretettel az 5. osztályos Karapúci Noémit, akitől egy verset hallhatunk. Felkészítette Máté Marian pedagógus. Hallgassuk őt szeretettel! Szalainé Komlósi Gizella Márton napján libától. Libator, búsul igen hízott liba, menne inkább le a ziba, semmint forró kemencébe, Márton napi pecsenyének. Lúdbőrözik már a háta, nem is bírja el a lába, feladja hát egy-kettőre, befekszik a serpenyébe. A gazdaszony kényezteti, sóval borssal jól bekeni, majorannával is megszórja, új borral is meglocsolja. Püspök falat mele húsa, csontja jó lesz időjósnak. Barna csontja esőt mutat, szép fehér havat hozat. Kurjongat a házigazda, amint csőtjét kínálgatja. Ki ma húsból nem eszik, egy esztendőnet éhezik. Köszönjük szépen! A továbbiakban az első, a második és a harmadik osztályos diákok közös mártonnapi produkcióját láthatjuk és hallhatjuk. A tanulókat felkészítette Csala Márta és Rászné Galbóci Tíme a pedagógusok. Fogadjuk őket is nagy kapsal.
Thank you.
a tenyérébe húzva! Tényleg ma Márton napja van, aki Márton napon libát nem eszik egész évben, éhezik. Édesanyám libát vágott, igen finomat eszünk ebédre. Mi is? Mi is? Nálunk is azt lesz ebédre! Márton napján hal úgy éget át a rácsikra a vízabot. Papám úgy mondja, hogy mondnak Márton a vére olyan. Hú, nagyon eljárt az idő, haza kell mennünk, segítsetek megkeresni a libáimat. Gáspár Gedeon hal, kódraktek Tibut a libát. Gáspár Gedeon hal, kódraktek Tibut a libát. Klubja vegyes énekkarának előadása következik. Fogadják őket is sok szeretettel! Egy kis csendet szeretnénk kérni. Türelmesen hallgassuk meg egymás műsorát. Ez a legkevesebb szerintem, amit elvárhatunk. Jó szórakozást, hallgassuk figyelmesen az időseket is. Köszönöm! Elvágta az új angyal gyereket.
nagyon szépen köszönjük időseinknek tanult a csokrot. Kedves vendégeink, Márton naphoz számtalan legenda és népi jóslás is tartozik. De hogyan is kapcsolódik a Márton naphoz a liba? A legenda szerint Mártont, amikor püspökké akarták szentelni, a küldöttek elől a ludak oljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk vertesésével óriási zajt csaptak és elárulták Márton rejtek helyét. Mai Márton napi rendezvényünk keretében sok szeretettel köszöntöm Serdült Mártont. Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk településünk valamennyi lakója nevében. És a Márton napi programokhoz szervesen kötődik az újbor, hiszen hagyományosan az újborokat a borászok Márton napján november 11-én mutatják be a nagy közönségnek. Szent Mártont a borok bírájának szokták tartani, ugyanis ezen a napon írható először az újbor. Mire Márton megérkezett, minden most már borrá érett, tartja a mondás. Rendezvényünk keretében mi is meghirdettük a házi készítésű borok, pálinkák, lekvárok, illetve szörpök versenyét. Kedves vendégeink, elérkeztünk ezek eredményhirdetéséhez és díjazásához. Felkérném polgármesterasszonyt és alpolgármesterasszonyt, hogy ismertessék az eredményeket. Köszönjük szépen! Kezdjük akkor a lekvár versennyel. Keressük a település legfinomabb lekvárját. Harmadik helyezést ért el Sárga Barac lekvárral, Gáné Tóth Klára. Gratulálom! Köszönöm szépen! Igen, van egy illetékes párika, nincs itt. Köszönjük szépen! És akkor messzire nem is kell, hogy menjünk. Második helyezett lett Mag nélküli eper lekvárral, Gáné Tóth Klára. Gratulálom! Még hátul a cserekereskedőben folyik, addig elmondom, hogy az első helyezés a lekvár versenyben Karasz Béláné Imanini Virsalma lekvárja lett. Igen, igen, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük a finom lekvárokat, és akkor térjünk át szintén finom szörp eredmények hirdetésére. Itt két helyezettet tudunk kihirdetni. Második helyezést ért el diabetikus mennyszörppel Kerekes Sándor Elza néni. Köszönjük szépen! Itt is van egy illetékes. Köszönjük szépen! És a szörpök kategórián belül első helyezett Gáné Tóth Klára Málna szörppel. Köszönjük szépen! Pálinka főzés. Itt azért aktívabbak voltak településünk lakosai, több mintát kaptunk, és gondolom, hogy nehezebb helyzetben is volt a zsűri.
Negyedik helyezést ért el a pálinka versenyen belül Kurucsó Andrásné Cseresznye, bocsánat, külön díjként van itt nekem ideírva, Kurucsó Andrásné Cseresznye pálinkája. Megyünk meglátogatni. Okay. Harmadik helyezett lett Örvendi Zoltán Szilva Alma pálinka. Gratulálunk. Átadjuk neki, éppen úton van. A kollégának nem adjuk oda, már integet messziről. Második helyezést ért el Körte pálinkával Telekis Zoltán. Gratulálunk. Illetékes képviselő. És messzire nem kell menni, mert az első helyezést pedig a Szilva pálinkával szintén Teleki Zoltán nyerte. Gratulálunk és köszönjük! A borverseny eredménye pedig a következőképpen alakult. Második helyezést ért el Idős Gál József Otello bora. Köszönjük szépen és gratulálunk! És a borok keretében csak az Otello viszi a prímet. Első helyezést írt el Tóth Károlyné, szintén az Otello borral. Gratulálunk! Az asszonyi száj. Azért már kaptunk egy pár kóstolásra meghívást, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a nevezést, és nem maradt más hátra, mint a több faragó verseny eredmény hirdetése. Kerestük a legszebb Halloween tököt, a legszebb faragott Halloween tököt a településen. Első és második helyezett is ugyanaz lett, mégpedig szegény Ildikó. Gratulálunk, és kérjük Pályázunk a jelenlét. Ott egyébként újra megtekinthetőek a nevezési munkán. Gratulálunk mindenkinek! Kedves vendégeink, pillanatokon belül el szeretnénk kezdeni a tombola sorsolást. Egy kicsi türelmet szeretnénk kérni, míg előkészülünk hozzá. A színvonalas előadások után a vendégek és a fellépők lámpásokkal a kezükben vonultak fel Tetétlen főutcáján, majd a faluházhoz visszatérve kezdetét vette a Márton napi vacsora.